Na, sziasztok! Egy újabb szösszenet az UpTraktorról. Keresgéltem, hogy mitől nem megy rendesen, és hogy miért melegszik. Hát ugye a melegedésnek az egyik oka az, hogy mindenhol tele van ilyen fű nyesedékkel. Innen már ki lett fújva, itt vastagon tele volt fűvel, másik oldalról is, a ventilátor felől. Már megpuposodott a tartálya, mert ez egy ilyen műanyag tartály. Legalábbis a teteje egy ilyen műanyaggal van bevonva. Még jó, hogy nem durran szét. A többi az fém, nem részhűtő. És hát ennek az UpTraktornak az az egyik hátránya, hogy nagyon gyenge a hűtése. Ami még másik probléma kiderült, hogy most, hogy széjjel lett szedve, azért lötyögött itt a lámpa, és azért nem világít valószínűleg a lámpa, mert elvágta a zsinort, ahogy itt az így lötyög, sőt, lehet, hogy be se volt kötve, pedig világított ez valamikor. Nem, elvágta a zsinort, mert itt van a kábel darabja. És aztán lehet, hogy nem volt bekötve, de pedig úgy néz ki, mintha el lenne vágva, mert itt meg le van szikszalagozva, azt alá van dugva. Na mindegy, majd ezt kiderítem, nem, itt a másik madzagja. Akkor ezt elvágta. Eltört ez a lemezkéje, majd szétszedem, leszedem itt az elejét, és akkor fogjátok látni. De az egy másik téma, azért nem volt világítás, hiába tettünk rá rendes kapcsolót, nem volt neki világítása. Na most kiderült a turpisság. Egyébként lehet, hogy ezekhez úgy is hozzá lehet egyszerűbben férni, hogyha leveszi az ember az önindítót két-három csavarral, és akkor leveszi ezt a lámpa elejét, és akkor hozzá lehet ehhez férni. Hát most az fog következni, hogy ezt meg kell heggesztenem, mert lityeg, lötyög így minden rajta, és akkor utána lesz visszatéve. De a legfontosabb, hogy mint múltkor mondtam a videóban, van itt is egy szűrő benne, ez menettel van beletekerve, egy ilyen kis műanyag szutyok, és igazából ez volt így gyárilag, ezt pecáztam ki múltkor a tankból, ez volt itt benne valahogy, tehát valahogy ez így nézett ki. Most kell vadászni majd egy ilyen szűrőt, hogy ugye a nagyja szeretjé ne menjen ott bele, és akkor előszűri ezt az egészet. Ez pedig itt lentről ki lehet húzni, és akkor úgy lehet szerelni. Elég hülyén van megoldva, mert ahhoz teljesen le kell itt engedni a gázolajat, és igazából eddig ezért nem álltam neki, de most már muszáj volt ezt is rendbe raknom, úgyhogy ez is megoldásra kerül, és akkor utána lesz világítása is. A gumicső vagy műanyagcsövek azok előregednek, egyszerűen sok ilyen cső elöregszik a gázolajtól, benzintől, ezeket érdemes cserélni, én úgy oldottam múltkor meg, hogy ide betettem egy toldást, egy ilyen műanyag toldást, és akkor hogyha előtte utána van, mert én nekem itt volt ez rövid, és akkor ezt hozzátoldottam, és egy ilyen gumicsővel, ott látjátok belül, egy gumis lakdarabbal megdrótoztam ehhez a vezetékhez, és akkor nem dörzsölödik ki itt a rázkódástól, ahogy ez itt mozog, de ahhoz kellett egy picit hosszabb cső. Ezek is ilyen házi barkács megoldások, és akkor nem kellett egyből az egész csövet leszedni, hanem ráérek arra, mert vannak nekem ilyen csövek, csak majd amikor előkerül, akkor oda készítem az UpTraktorhoz, és akkor tudom, hogy ki kell cserélni. Nem az van, hogy el kell szaladni, és venni kell egy ezresé egy ilyen darab csövet, mert méterbe árulják, ezt nem is biztos, hogy mindig kapsz. Sokszor jártam már úgy, hogy megvettem, és 5 forintot nem ért, mert körülbelül 2 hét alatt szarrá ment, tehát még rosszabb volt, mint a régi. Úgyhogy ezt azért úgy csináljátok, és nem olyan egyszerű hozzáférni, szét kell, látjátok, bontani minden szírszart, hogy akkor csináljátok meg, amikor már megvan az alkatrész, mert akkor amúgy állni fog a gép. Majd ha gondoljátok, ezeket a vastagságokat is megírom a kommentbe, de ha valakinek megvan, akkor az írja meg, akkor meg lesz mindenkinek. Ezt a csövet is már kicseréltem, mert ez is kidörzsölődött, meg elrepedezett, meg minden, ilyen kemény műanyag, nem gumiból volt, és az hamar tönkre megy. Még ezt a csövet kell még kicserélni. Most még jó, de hát ezeket is megeszi a gázolaj, és szétmegy, ez itt nem annyira mozgott. Attól mozog most, hogy ez a lemeze lityeg, lötyög, és akkor így mozgott az egész üzemanyagtank.
Hát ettől, hogy ez ki volt törve, itt láthatjátok a luk méretet, ettől nem volt eldugulva, ezen gondolkoztam, hogy nem esetleg valahol eldugult ez a szűrő belseje, de hát akkor ez nem, mert ez letört róla. De lehet, hogy a nehézkes menést ez is okozta, hogy ez a szűrő már eléggé meg volt öregedve. De én még mindig valami más hibapontot látok. Még majd szétszedem a légszűrőjét, mert abban is gondolkozom, hogy lehet, hogy át kéne mosni azt a belsejébe levő dróthálót, mert lehet, hogy kevés levegőt kap, mert most már alig megy a gép, és viszonylag elég sokat fogyaszt, szerintem jó kétszeresét fogyaszt, mint eddig. Úgyhogy, és nagyon melegszik hamar a víz. Hát ezeket most még megcsinálom, és ha tudok, akkor csinálok róla a videót, csak el vagyok csúszva időben, úgyhogy ez most egyelőre ennyi lett volna. A szétszedés, üzemanyagcső, hogy lássatok egy ilyet szétszedve, én is addig, amíg nem szedtem szét, mindig variáltam, hogy ú, így úgy amúgy nekiállni, meg mennyi munka, meg minden. Hát igazából itt fölül fogja két csavar, meg előről innen a homlokból fogja két csavar, tehát igazából nem egy olyan nagy konzt ezt megoldani. Tehát ezt meg lehet csinálni. Ennyi lett volna. Sziasztok!